Szia! Most is, amiket mondani fogok, azok az információim és gondolataim, nem pedig a biztos igazság. Azt ugyanis senkitől se hallhatod. Erről a negyedik videómban hallhatsz bővebben. Ezért senkitől se fogadjunk el semmit gondolkodás nélkül, de ne is utasítsunk el semmit gondolkodás nélkül. Habár sokszor idézek Jézustól, nem vagyok keresztény, és nem vagyok semmilyen más vallási közösségnek sem a tagja. Karácsony. Hogy is kezdődött ez az egész? Jézus megszületett. Majd valamikor a születésnapját a téli napfordulóra tették, ugyanis akkor kezdenek el hosszabbodni a nappalok, tehát úgymond akkor születik a fény. Mit is tanított az, akinek a születésnapja előtt tömve vannak az áruházak? Azt, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly rágja és a rozsda emészti el, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol nem rágja moly és nem emészti el rozsda. Mit akart ezzel mondani? Szerintem azt, hogy az anyagi dolgok mulandóak. Azokat úgyis itt hagyjuk majd ebben az anyagi világ nevű fejlesztő programban. Ezért inkább a szellemi értékeket gyűjtsük, és lelki tulajdonságokat fejlesszünk ki magunknak, magunkban. Az örökre a miénk lesz. Ezért, aki anyagi dolgokból épít várat, az pazarolja legjobban az idejét, mert se boldog nem lesz, se nem fejlődik. Tehát nem tanul ennek az univerzumnak az egyik iskolájában, amit földbolygónak nevezünk. Pedig pont ezért jöttünk ide, és csak így juthatunk el olyan szintekre, ahol már nincsenek szenvedések. És ez a legfontosabb. Boldog azért nem lesz, mert külső dolgoktól várja a boldogságot, pedig a boldogság vagy bennünk születik meg, vagy sehol. Elutazhat akárhova, nem lesz boldog, ugyanis vinnie kell saját magát, és az ő életében mindennek a forrása saját maga. Pedig valaki már elmondta nekünk 2000 évvel ezelőtt, hogy mire számíthatunk. Ő így fogalmazott. Aki hallgatja szavamat és tettekre is váltja, az az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát. Süvített a szél, ömlött az ár, nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem váltja tettekre, hát ezek voltunk még 2000 évig, nem hallgattunk rá, az a balga emberhez hasonlít, aki a házát a homokra építette. Süvített a szél, ömlött az ár, nekizúdult a háznak, és az összedőlt és romhalmazzá vált. Hát, folyamatban van. De szerintem a mostani nehézségeket vegyük pozitív kényszernek, ami segíti a mi tovább lépésünket, hogy a következő lépcsőfokra léphessünk, elkezdhessük majd a következő évfolyamot, idézőjelben, vagy iskolát.
Én remélem, hogy mindannyian gyorsan bepótoljuk, amit eddig nem tanultunk meg, hogy ne kelljen évet ismételnünk, hanem mehessünk tovább. De, hogy mást idézzek, az élet úgy tanít, ahogy te tanulsz. Ne hibáztasd érte. Van, amikor elég egy szirógatás, máskor egy jó nagy pofonra van szükség. Amikor tárgyi ajándékot adunk a gyermekünknek, azt szoktuk mondani, ezt hozta a Jézuska. Gondolkodjunk csak el ezen egy kicsit, hogy mit is hozhat a Jézuska. Mit hozott Jézus 2000 évvel ezelőtt? Taníthatott és gyógyíthatott volna pénzért. Dúsgazdaggá vált volna az ő képességei miatt. Járhatott volna drága ruhákban és aranyborítású szekéren. És ajándékozhatott volna az embereknek fizikai dolgokat. De ő nem ezt tette. Akkor miből gondoljuk, hogyha most visszatérne, akkor megállna a házunk előtt egy Audi SXZ525-össel, kiszállna belőle egy Armani öltönyben, odalépne a gyermekünkhöz, és egy csillámpónit vagy Nokia Z5X03-asat adna neki. Amikor a gyerekeket a tanítványai nem akarták odaengedni hozzá, ő azt mondta, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa. Legyetek olyanok, amilyenek a gyermekek. Csak akkor léphettek be az Isten országába. Megjegyzem, hogy azt is mondta, hogy Isten országa bennetek van, nem pedig kőből és fából épült házakban. Visszatérve, aztán ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Ugye, a csillámpóni helyett szeretett energiát adott nekik, rájuk szánta az idejét, törődést adott nekik, ahelyett, hogy sokat dolgozott volna, hogy megvehesse nekik azt, amivel kifejezné a szeretetét. Akkor miért mondjuk a gyermekünknek, hogy a Jézuska hozta, miközben egy tárgyi ajándékot adunk át neki? Ő soha nem hozna ilyet. Akkor mit is adjunk karácsonykor egymásnak? Mi az, amit tényleg a Jézuska hoz? Odafigyelést, akkor is, ha fáradtak vagyunk. Megértést, akkor is, ha első ránézésre a másik a hülye, nem pedig mi. Türelmet, még ha velünk türelmetlenek is voltak mások. Pont ezért adjunk türelmet, hiszen akkor már tudjuk, hogy mennyire rossz az, amikor nem kapjuk meg. Egyébként pedig minden igazságos, mivel minden, amit látunk vagy tapasztalunk a világból, azt mi indítottuk el valamikor, akkor is, ha nem emlékszünk rá. Épp ezért a jövőnket is csak is mi alakítjuk. Tehát, amit kapni szeretnénk a lények összességétől, vagyis a világtól, azt adjuk. Jézus ezt tanította. Valószínűleg nem ugyanattól fogjuk visszakapni, amit adunk, hiszen a világ egy mozgásban lévő egész.
És mit adjunk még karácsonyra? Szeretetet. Akkor is, ha a másik mérges, vagyis méreg van szegényben, amivel mérgezi magát, azaz, akkor éppen beteg. Mi is volt, amikor nem láttunk tisztán a haragunktól, és olyan dolgokat mondtunk és tettünk, amit később megbántunk. Ahogy egy kínai közmondás tartja, a harag rövid őrültség. Legyünk mi a gyógyszer, legyünk mi a szeretet, legyünk mi a fény. Jézus megmondta tanítványainak, ti vagytok a világ világossága, Isten országa bennetek van. Szeretet neked és mindenkinek, a negatívaknak is. Hiszen mi is voltunk már negatívak, és most is vannak bennünk javítandó részek. És ne ítélkezzünk, nehogy mi is megítéltessünk. Amilyen mértékkel mérünk, olyannal fognak majd minket is mérni. See ya.